Amikor a fiatal Elizabeth Shaka síléceket vett, észrevette, hogy valami nem stimmel az egyensúlyával. Orvoshoz fordult, ami lesújtó diagnózist eredményezett. Ezt a betegséget FSHD néven hívják, ami a fakioszkapuló humerális izomdisztrófiát, egyfajta izomsorvadásos betegséget takar. Gyengeséget okoz az arcon, a vállakban és a csípőben. Az izomszövetek elsorvadnak és nem nőnek vissza, mint az egészséges embereknél. Azt is megtudta, hogy ez a betegség öröklődő. Ahogy idősödött, hasonló tüneteket kezdett tapasztalni, mint az édesanyja. Mindig volt fájdalmam. Azt hittem, ez normális. Mindig fájt a vállam, a csípőm, és ezzel járó tüneteim voltak, mint például a hihetetlen fáradtság. Figyelnem kellett a pihenésemre, amíg mások este programoztak, én lefeküdtem aludni, hogy másnap képes legyek dolgozni. Elizabeth feleségül ment Davidhez, két gyermekük született. Ahogy az idő haladt, a tünetei egyre rosszabbak lettek. Mindennapos szervezést igényelt. Át kellett gondolni aznap, mit hogyan tegyünk. A vége felé már nekem kellett kivennem az ágyból és bevinni a fürdőbe, hogy le tudjon zuhanyozni. Azon gondolkodtunk, hogy eladjuk a házunkat, hogy ne kelljen lépcsőzni. Tudtam, hogy hamarosan kerekesszéket fogok tolni, ha csak az Úr meg nem gyógyítja. Elizabeth keresztényként nőtt fel, és sokszor imádkozott gyógyulásért. A 40-es évei vége felé mind ő, mind a férje már kételkedett abban, hogy ez meg lesz. Az anyukám mindig azt mondta, hogy ez a keresztünk, amit hordoznunk kell. Úgy volt vele, hogy ez egy családi dolog. Ez az én gondolkodásomba is beivódott. Eljön a pillanat, amikor a folyamatos imák után, és ez 20 évnyi imát jelent, egyszer csak az ember abba hagyja. És mi is így tettünk. 2009-ben egy vasárnap elmentek egy gyülekezetbe Kanadában, egy vendégpásztor prédikált. A pásztor mondta a prédikációját, és egyszer csak megállt. Azt mondta, hogy valakinek izomsorvadásos az arca, állandóan fáradt, fájnak a vállai, meg is ereszkedtek a vállai és a háta. Gyenge a csípője, és ez az ember a tolókocsiban végezné, ha az Úr nem avatkozna közbe. Azért vagyok itt ma, hogy elmondjam, ez az ember meggyógyult a Jézus nevében. A férjem rám nézett, én meg ő rá, mert ez a férfi teljesen az én tüneteimet mondta el. Ez hátborzongató volt. Aztán a pásztor folytatta a prédikációt. Az istentisztelet végén volt egy gyönyörű dicséret, ami alatt azt vettem észre, hogy fel tudom emelni a karomat a fejem fölé, hogy dicsérjem az Urat. Leesett az állam, ahogy megláttam felemelt karokkal. Teljesen ledöbbentem. Persze az egész gyülekezet észrevette. Elámultam és hálás voltam. Csodálatos boldog nap volt. Otthon aztán Elizabeth ételt készített a családjának és vendégeiknek minden fájdalom nélkül. Én mentem be elsőnek, és rögtön a konyhába indultam ebédet készíteni, és saját magam tálaltam az ételt a végén. Én vettem ki a dolgokat a hűtőből. Nehéz dolgokat emelt fel, és tette őket a felső polcra. Az emberben megerősödik a feltétlen hit egy csoda után. Elizabeth azóta is fájdalommentesen él, és teljesen aktív a mozgásban. Nem értem. Rejtély a számomra. A fizikális gyógyulásnak van egy szent, rejtélyes része, amit talán sosem fogok felfogni. Hiszem, hogy az Úr ereje gyógyított meg akkor. Teljesen más szintre kerülnek a dolgok, amikor az ember maga tapasztalja ezt meg. Sokkal erősebb módon ismertem meg a kegyelmét, mint azelőtt. Tudom, hogy ő tette ezt. Nem ingat meg ebben semmi. Ez egy ajándék. Ajándék a megmentőmtől, aki szeret engem.